szívok, beírtam szerelmen hiányzó. Megtaláltam a kis házat udvarát, benne a köszönöm szépen, közben tussálom, hogy mit következik. Jó, van egy adósságom, amit törlesztem kell. Ennek megkért egy úri ember. Csak a nevet tuskázom, jó? Csak a nevet. Mert azt hajlamos vagyok elfelejteni, bár azért megvan, de nem akarom rosszul mondani. Igen. Van itt egy olyan hölgy, akit úgy hívnak, hogy Pap Anna Mária. Igen. Kedves Anna Mária, én is szeretnék csatlakozni anyósodhoz, apósodhoz és a családhoz. Szeretnék a nevükben én is nagyon sok boldog születésnapot kívánni. Isten éltessen sokáig, ezt kívánják neked a szerető anyós, após, egy dobos, szerint, de megérem, aki jól érzi magát. Köszönöm. Hát nem tudom, miért lett ez a dal sláger, de az a lényeg, hogy sláger lett, és ennek nagyon örülök. Egyébként a dal szövegíró az ugyan csak édesanyám, aki most is ma elkísért, mert nem szokott azért, de ma itt van velem, ő írt ezt a dalt. Mond neki, köszönöm a nevében. Ez az ő érdeme, ez a szöveg. Aztán van neki 300, legalább 300 verse, ha nem több, én pedig előveszem ezeket a verseket, lapozgatom, és amikor valamire úgy gondolok, hogy jön egy jó kis dalom, akkor azt megzenésítem. Így született a hófehér gyöngyvirág, de hogy milyenek a titka, nem tudom. A lényeg az az, hogy sokan szeretik, és köszönöm szépen. Megvan az a dal, hogy szagos a rozmarin? Igen, hogy van ez a dal? Marin, szagos a rozmarin, földre lehajlik az ága. Gyere kis angyalom, ülünk az árnyékába. De nem ülök, nem ülök, rozmarin dár. Összetűröm ruhám, fehér alsó szoknyám. Na, beindult a buli, köszönöm szépen, akkor mehet a dal, és akkor énekeljük együtt. Szagos a rozmarin, földre lehajlik az ága. Na gyere kis angyalom, ülünk az árnyékába. Nem ülök, nem ülök, rozmarin árnyékába. Összetűröm ruhám, fehér alsó szoknyám, megver az édes anyám. Thank you.
sosem halom meg. Hozzá primás, bekár a kedvem, csak a csókány azonnal ebben. Menő, fordulj, karomba párom, ez a kinyacsárvást ragyási járom. Hozzá primás, bekár a kedvem, csak a csókány azonnal ebben. Menő, fordulj, karomba párom, ez a kinyacsárvást ragyási járom. Köszönöm szépen! Így nagyjából a műsorom felénél, jó felénél így megkérdezni, hogy jól néztek-e magatokat? Igen. Itt elő látom. És ott hátrébb egy picit, mert találom már sötét van. Csak egy kézfelemelést kérek, aki jól nézi magát. Na, ezt köszönöm. Örülök neki. Akkor megyünk tovább egy saját dallal, az első dalommal, ami tulajdonképpen szólópályafutásom dala. És valamilyen szinten szerintem majd átfogja benne a Hófehér Gyöngyvilág sikerét, lehet már át is vett a sok rajongó szívében. Nem vette át, hanem mint, hogy nem, hanem mint, hogy igen. Akkor fogadjátok sok szeretettel a dalnak a címe. Honnan tudod? Ó, hányszor mondtam. De azt szeretném kérdezni előtte. Hogy? Uraim! Uraim! Hányszor mondta a feleség azt nektek, hogy hányszor mondtam? Emeljen fel a kezét, aki azt mondja, hogy sokszor. Na ezek az őszinte emberek. Mert szerintem minden férfinek a felesége legalább egyszer az életében elmondta, hogy hányszor mondtam neked. Na akkor szóljon a dal, mehet. Aki ismeri, énekelheti, aki nem fogadja sok szeretettel. De szeretném látni a kezeket, figyelj! Köszönöm szépen!